Szeretettel köszöntöm a tévénézőket, ma is az Efézusi Levél negyedik részéből olvasok fel néhány mondatot. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást jelentsen azoknak, akik hallják. Az elmúlt két alkalommal beszéltünk arról, hogy a Biblia nagyon gyakorlati könyv, és az életünk, életvitelünkkel kapcsolatban fogalmaz meg világos útmutatásokat, az életünkről szól. És hogy a Biblia elmondja azt, hogy a hívő ember életének megváltozott életnek kell lennie, aki Istennel találkozott, annak az életén ennek látszania kell. És arról is hallottunk, hogy a megváltozott beszédet, cselekedeteket, életmódot a megváltozott gondolkodásmód termi az életünkben. És ez a gondolkodásmód úgy változik meg, hogy mi az Isten igényére figyelünk, és közben a Szentlélek azt élővé teszi, arra igent mondunk, és ez formálja a gondolkodásmódunkat és az életünket is. Most, hogy mennyire gyakorlati ez az útmutatás, most hallottuk, hogy Pál apostol néhány dolgot felsorol, hogy miben is kellene megváltoznia az ember életének, amikor hitre jut. Mi az, ami visszajelzi, ami megmutatja azt, hogy Isten munkálkodik és változtatja az életünket. És ebben a felsorolásban több mindent hallottunk, van néhány közös dolog bennük. Az egyik az, hogy mindegyik a kapcsolatainkat érinti. Tehát, hogy tulajdonképpen az életváltozás lényege az a kapcsolatainkban történő változás. Mert hogy az életünk értéke és alapvető értelme a kapcsolatainkban van. Abban, hogy kapcsolatban lehetünk élő módon az Istennel, aki teremtett bennünket, és az embertársainkkal, akik ránk vannak bízva, akik között élünk. És a bűn, a gondolkodásmódunk megromlása, az mindig a kapcsolatainkat érinti, és azokat teszi tönkre. Az önzésünk mindig a kapcsolatainkat rombolja. Az Isten igéje, kegyelme pedig mindig a kapcsolatainkba akar meggyógyítani minket. Mindig abban akar változást munkálni. Tehát a keresztény élet változás központjában a kapcsolataink változása van. Valaki egyszer azt mondta, hogy egészen jó keresztény lennék, hogyha mások nem zavarnák az életemet. Nos, hát ez egy nagyon humoros mondat, és pont azért humoros, mert hogy önellentmondás van benne. Mások nélkül nem tudok keresztény lenni. A kapcsolataimban kell megélnem a hitemet és a kereszténységemet. Ezért ez a felsorolás, amit Pál apostol itt az efézusiak szívére helyez. Olvassuk majd el újra az Efézusi Levél negyedik részéből. A másik, ami közös ezekben az útmutatásokban az az, hogy nem csupán egy tiltást tartalmaznak, hanem egy pozitív útmutatást is. Hogy az Isten által adott életváltozás az nem csupán annyit jelent, hogy mit ne tégy, hanem Isten elmondja azt, hogy mit cselekedj. Mi az, ami a feladatod? Mi az, amire figyelned kell? A megújulás lelki módon nem csupán annyit jelent, hogy levesszük a régit, a rosszat, hanem fel kell öltöznünk az újat, a jót, és abban kell járnunk. Így változtatja meg Isten az életünket. Nem azt jelenti a keresztény élet, hogy ez se szabad, az se szabad, amaz se szabad, ennél jóval többet jelent. Egy értékes élet, amiben Isten megmutatja, hogy mi a mi feladatunk. Egy példát hadd emeljek ki, ugye Pál itt azt mondja, hogy aki lopni szokott, az többé ne lopjon. És akkor eddig azt mondjuk, hogy rendben van, lopni csúnya dolog, tényleg ezt a tiltást, ezt polgárilag is mi komolyan vesszük, ne lopj. De Pál tovább megy, azt mondja, ne lopjon, hanem dolgozzon, és talán még eddig is könnyen egyetértünk vele, de ennél is tovább megy, és ez az evangéliumi többlet.
hogy dolgozzon, hogy amit megkeresett, azzal ne csak magának tudjon szolgálni, hanem segíteni tudjon a rászorulóknak. Ugye ez az életváltozás, hogy az ember alapbeállítása szerint, és itt nem csak a pénzről van szó, meg az anyagi javakról, hanem az időnkről, a figyelmünkről, sok mindenről, alapvetően arra vagyunk beállítva, hogy elvegyük magunknak, amit lehet. A Jézussal való találkozás pedig úgy változtatja meg az életünket, hogy észrevesszük, hogy egy csomó dolog, ami nálunk van, amit azt gondoljuk, hogy a miénk, az nem a miénk, azt oda kell adni. Az időnkből, a vagyonunkból, a figyelmünkből. Már nem magamnak szerzek, hanem arra figyelek, hogy másoknak mit tudok adni, hol tudok szolgálni. Nos, hát így akarja Isten megváltoztatni az életünket, és végigolvasva ezt a felsorolást a Bibliából, olyan jó lenne tükörként magunk elé tartani, és megnézni, hogy hol tartunk. Valóban élő módon az Istennel élünk, és ennek a változása látszik az életünkön? Mert ha nem, akkor járjunk utána nagyon gyorsan, hogy találkozhatnánk Istennel, hogy élhetnénk vele együtt, és hogy látszódhatna ez az életünkön.